Szervusztok! Anikó kérdésére válaszolok. Ami kérdést én beteszek majd a komment részbe. Anikó kéri, hogy szeretne tőlem látni egy olyan videót, ami konkrétan rávilágít, akár konyhanyelven is, hogy a harc vagy a küzdelemről beszéljek bármelyik formája. Lehet az egy betegség, egy negatív gondolat, vagy egy élethelyzet, az mind csupán az egyénben zajló belső harc, amiről egy más egyén tulajdonképpen nem tud, nem is érzékel semmit. Ugyanis ez a valóság. Ha ezt megértené az emberiség, minden a rend teljesség ismeretében zajlana. Tehát azok az emberek, akik ezt megértik, már csupán a forrást demonstrálják. Jó, ahogy említettem, beteszem ezt a kérdést így a komment a részbe. Ahogy hallottátok többször tőlem, hogy engem nagyon a szavak, meg az energiája a szavaknak nagyon sok mindent már feltár. Minden kérdésben ott van egy úgynevezett személyes kivetítés. Tehát mikor, még akkor is, ha általánosságban beszélünk, akkor az embernek a saját belső tapasztalata jön át a kérdésből, vagy az üzenetből. Mindenki valamilyen szinten belül harcol, ez a belső harc, ez az elmében van. Emlékeztek, mondtam, hogy vannak ugye az érzelmek, a negatív érzelmek, utána a hiedelmek, a romboló hiedelmek, alatta ez a konfliktusos rész, és alatta az árnyoldalak. Majdnem minden itt fönt lenne, az negatív érzelmek lenne az isteni tudatosság, ha így tudom ezt így ábrázolni. Amikor már ebben a tartományban vagyunk, akkor az egy valamilyen szintén konfliktus. A harc az egy úgynevezett perspektíva, az egy úgynevezett meglátás, vagy egy látószög. Minél többet alkalmaztuk a gyógyító technikákat, annál kevésbé lesz harc. Nagyon sok ember erőharcban van. Erőharcban van a női és a férfi pólussal. Ez hogy jön ki? Kapcsolatokon belül, kapcsolatokon keresztül. Az a például egy hölgy, aki anorexiás, az is harcban van az anyukájával, a női energiával. Az a férfi, aki prosztatarákos lesz, az is konfliktusban van az apukájával, a férfi energiával. Tehát ezek a belső harcok, ezek a konfliktusok. És azért ismétlem magam mindig, hogy tudjátok, hogy mindenre van megoldás, de a megoldást azt csak magunkon belül tudjuk kivitelezni. Az emberek azért nem értik, hogy minden a rend és a teljesség útján menne, mert rendezetlen az elméjük. Ahogy mutattam nektek abban a raktárhelyiségben, az egy eszméletlen, precíz, komplex, nagy terjedelmű raktárhelyiség. Ez nem fog meditációval elmenni, vagy eltűnni probléma. Nem. Meditáció ez egy jó technika, hogy bekerüljünk a központba, hogy átmenetileg békét találjunk, de aztán abban a békében meg kell oldani azokat a dolgokat, amik a béke ellen szólnak. Nem minden ember van úgy programozva, hogy a jót keresi. Erre nekem is rá kellett jönnöm. Én is mindig azt hittem, még mikor elkezdtem tanítani, már 2010-ben szemináriumokat tanítottam másoknak, tehát több szemináriumokon vagy vállalatnak, és 2012-ben megalapítottam az Advanced Mind Institute-ot, ami az én szeminárium vállalatom, és nagyon sokat tanítottam Kaliforniában, Dél-Kaliforniában, és az ember úgy működik, hogy tetszik neki az icipici gyógyulást, egy kicsit, hogy már ne fájjon, de utána abba hagyja. És az abbahagyás az azért van, mert megijed a maga erejétől, beadja a derekát az egónak, ugye az egónak vannak ilyen aljasabb alsó részei, amitől nem félni kell, hanem meg kell oldani. Azok az aljasságok bennünk vannak. És az ember, ha emlékeztek arra a árnyoldalas előadásra, egésleg alul, majdnem legalul, ott van a DNS árnyékok, és az embert, amit hajtja, ez a kapcsoló, azt úgy hívják, hogy a felelősség elhárítása. Most ez annyira nem nyilvánvaló, mert olyan szinten 10 000 réteg mélyen van, hogy a legtöbb fent ebben az, amit mi úgy hívunk itt, hogy élet, ebben az ember, mikor rossz döntést hoz, sokszor az önszabotásnak is egy felfedezhető formája lesz, az azért csinál direkt, azért hoz direkt rossz döntést, mert ez az elhárítás, ez nagyon mélyről jön, és mindig úgy vezérli az embert, hogy ne menjen a jó felé, ne hozzon jó döntést, és hogy maga ellen csinálja. Na most ezt fel lehet úgy fogni, hogy Jézusom, mi van itt, mi folyik itt? Ez bennünk van, ezt integrálni kell, és bevállalni az ezzel járó felelősséget. Jó? És az emberek, és ez nagyon komoly tapasztalattal, meg háttérrel mondom, a régi típusú emberi gondolkodás inkább, az arról szólt, hogy icipici gyógyulás, és ismételjük meg, ami volt. Csináljuk azt, ami volt. Most ez a világ megszűnt. Ami volt, az úgy kezd értelmetlenné válni, ahogy volt. Az az új világ, az új föld, magasabb dimenziók arról fognak szólni, hogy a spiritualitás útjára lépni kell. A legtöbb ember kiröhögi, félreértelmezi a spiritualitást. Mindnyáján spirituális lények vagyunk. Ezt ők nem, a legtöbb ember nem akarja elhinni. Ez annyit jelent, hogy Isten ártatlan gyermekei vagyunk, és ami nem úgy érződik bennünk, hogy ártatlanok vagyunk, meg hogy negatív érzelmekként jön fel, az azért van, mert ott van az elmében elvaratlan belső harc vagy konfliktus. Ezért kell magunkat gyógyítani. Megtanulni hogyan. Ahogy említettem, már csinálom a pánikrohamos kurzust, és akkor csinálom utána képzőkurzusokat is. Nekem ez mind angolul már mind megvan, évek óta. Nagyon precíz rendszer. Azok, akik már dolgoztak velem személyesen, látják, hogy bum-bum-bum-bum, tudod, ebből a 1 millió részes vagy papíros raktárhelységből oda megyek ahhoz a papírhoz, meg pálához, ahova kell, és ezt szeretném ezt a tudást továbbadni. De ez az is kell, hogy az ember bevállalja a spirituális lényét. Adok egy gyakorlatot, ami segít felszabadítani talán ezeket a megrekedtségeket, mert amikor az ember a spiritualitást megtagadja, akkor igazán az Istent tagadja meg. Nem is tudjuk, hogy milyen sok ellenállás, meg romboló hiedelem van bennünk. Azt tudjátok csinálni, hogy azt mondjátok, hogy nekem a spiritualitás az, és akkor ide beteszed. És még mi, és beteszed, ami feljön. Legelőször, főleg azok, akik sokat tanultak, hogy jönnek az ilyen úgynevezett textbook, tehát az ilyen tankönyv-szerű válaszok. Az jó, az Istenhez közel van, az a megvilágosodás útja. Na, ezek nem ezeket a válaszokat várom. Alatta, még a felülírás előtt jön egy csomó olyan ellenségeskedés, egy csomó olyan dolog, hogy hát az hülyeség, az baromság, az ez meg az. És ha azt fel tudod azokat a tárni, akkor ezt javallom, hogy papírja vessétek le, akkor az már aznak a belső harcnak az egyik formája. Mi spirituális lények vagyunk emberi testben, emberi formában. Tehát tudod, nekem ez annyira evidens, hogy ezt nem is tudom már igazán jobban megmagyarázni. Én is, mikor ezt először hallottam 13 éve, akkor mondtam, hogy oké. És ez mit jelent? Mit jelent? Én a megoldások embere vagyok. Tehát oda én szeretem meghallgatni a sztorit, de már rögtön látom, hogy bum-bum-bum-bum-bum, itt a raktárhelység, az ott lángol, az ott dohos, az ott penészes, ide-oda-oda megyünk. Tehát mégis ez jó, azért. tudod, lehetséges egy gyors gyógyulás, mert van egy rendszer, van egy megközelítési mód, ami működik is. Jó, ezt javallom, hogy neked, nektek mit jelent a spiritualitás, és még mit jelent. És merjék kimondani olyan dolgokat, ami lehetőleg lesz, hogy döbbenetes lesz, hogy ez is tudod, a rosszakat. És akkor azt mondod, mikor leírtad, hogy oké, elnézést, nem tudtam, hogy ez bennem van, és áthúzod a papíron tollal. Amikor áthúzod, akkor az a hiedelem, az a ilyen neurológiai kapcsolat, az megszűnik. Nem tudunk, ahogy említettem a másik videóban is, hogy a nemes, igenes, ezt akarom a manifestációs dualitásunkból kilépni, amíg nem tárjuk fel azokat a nagyon precíz és nagyon mélyen futó ellenállásokat, vagy ellentétes gondolatokat. És megszűnt ez a régi hi-hi-hi-ha-ha-ha, ez a kinevetős, kigúnyolós része a spirituális gyógyításnak. Aki nem a spiritualitás útján fog menni, annak vége. És meg fogjátok látni, hogy amikor az ember ezt a logikát követi, mert ez egy teljesen más logika, mint amit a Matrix-ba stratégiáként megtanítottak nekünk, akkor nagyon komolyan jó irányba fog megváltozni az élet. Jó? Még olvasom így a kérdést, hogy esetleg és akkor mondta Anikó, hogy a hajó csak is akkor süllyed el, ha a víz a belsébe kerül. És ez az ember, tulajdonképpen ez az ember hatalma. Persze, de a víz az már minden hajóba belekerült, mert ott van ez a csomó árnyoldal, ez a romboló hiedelem. Tehát ez, amit én tanítok, ha ez nincs megoldva, akkor nincs igazi előrelépés. Minden más az tök jó, megvan a maga helye, de ennek a struktúrának, ennek a úgynevezett isteni logikának, amit én képviselek, meg én tanítok, ha ez nincs meg, akkor nincs alap. Nincs mire építeni egy jövőt, nincs mire építeni egy egészséges gondolkodás és egy egészséges életet, meg egy testet. Jó? Köszönöm szépen a kérdést, további szép napot, és most ennyi. Köszönöm.